Sziasztok, Alex vagyok. Ebben a videóban a Brave böngészőt szeretném nektek bemutatni. Feljöttek ide a crypto200iq.com-ra. Ide jöttök az egyéb menüpontra. Itt fogjátok találni a Brave böngészőt, és itt lesz a videó is róla, hogy hogyan működik. Ez egy kriptos böngésző, egyre többen használják. Az a speciális tulajdonsága, hogy alapból be van építve egy reklám szűrő rendszer, ami megakadályozza a sok-sok felesleges reklámokat, hogy bedobálja neked a gép. Felhasználási szinten ugyanott van, mint egy Chrome böngésző, külön beállítása, hogy tudsz reklámokat fogadni magától a Brave-től, amiért cserébe Brave tokeneket, az BAT tokeneket fogsz kapni, ami rendes kriptovalutának számít. CoinGecko-n is szerepel ez a BAT token, és jelenleg a 83. helyen van, tehát benne van a top 100-ba. Ezeket a tokeneket ki tudod utalni, magát a böngészőt, ez az Uphold váltóval össze lehet kapcsolni, szinkronizálni, és innen keresztül átválthatod, mint egy rendes kriptovalutát, vagy azt csinálsz vele, amit akarsz. Itt a letöltésnél maga itt van az oldala, rákattintasz, itt tudod letölteni magát a böngészőt, mobilon ugyanúgy, mint számítógépen. Ha letöltötted, akkor nézzük meg a funkcióit. Ez, amivel itt szembe találkozunk, ezt úgy nevezik, hogy műszerfal. Itt ez a kis három vonalkánál van a beállítások, itt rákattintasz a beállításra, installálás után, amit el kell végezni a kezdő lépéseknél, először is csinálsz magadnak egy profil nevet, választhatsz valami kis képet, igazából lényegtelen. A második fontos dolog a könyvjelzők beállítása, importálása. Itt, ha már Chrome vagy egyéb böngészőt használsz, be tudod szinkronizálni teljes mértékben az előző böngészőnek minden adatát, a kódjaid megmaradnak. Én a Chrome-ot szinkronizáltam be, szinkronizálás után ugyanazt nyújtotta, amit a Chrome mindent bebírt importálni. Ha ezzel is megvagy, még alapértelmezettnek is tudod tenni. Ha beírod a Windows keresőbe, hogy alapértelmezett böngésző választás, akkor itt ki tudod választani, hogy melyik böngésződ legyen az alapértelmezett. Érdemes a Brave-et használni. Majd itt induláskor az új lap oldal megnyitása, vagy amit te szeretnél, beállítod. Következő menüpontot, megjelenés. Itt annyit tudsz esetleg választani, hogy sötét mód, vagy Windowshoz illeszkedő, ami neked tetszik, beállítod. Az új lapnál itt érdemes a műszerfalra állítani, hogy megmutatom miért. Pajzsoknál nem szoktam állítani semmit, itt a Brave jutalmaknál. Mindenképpen ezt érdemes bekapcsolni, hogy kapjál hirdetéseket, nem fog zavarni. Itt beállíthatod, hogy hány hirdetést kaphatsz maximum óránként, érdemes maximumra rakni 10. Az automatikus támogatást nálam ki van kapcsolva, támogathatsz másokat, más webhelyeket automatikusan. Akkor a következő menüpont, közösségi média blokkolása, ezzel nem kell foglalkoznod, biztonság és adatvédelem. Itt tudod törölni a böngészési adatokat. Következő, ami fontos dolog, a szinkronizálás. Mire is jó ez a szinkronizálás és hogyan működik? Ennek az a lényege, hogyha több platformon használod ezt a böngészőt, mondjuk nálam van egy laptop, egy telefon és egy asztali számítógép, mind a három össze van szinkronizálva. Ugye a Chrome ez úgy működik, hogy bejelentkezel a Chrome-ba, a Brave-nél pedig külön szinkronizálós mechanizmusa van, amit úgy tudsz megcsinálni. Itt fogsz kapni egy kódot, ez úgy működik, mint a kriptós pénztárcáknál. Egy 24 szó, ez a kulcsod a szinkronizációhoz,
Ezt ugyanúgy le kell mentened, mint a kriptós pénztárcáknak a biztonsági szavait. Ezt, hogyha valaki megtudja, akkor utána hozzá bírja szinkronizálni a saját gépén, és lebírja olvasni a kódjaidat a böngészőből. Úgyhogy ezt is nagyon biztonsággal kell kezelni. Hogyha szeretnél új számítógépet, illetve telefont hozzá szinkronizáltatni böngészőthöz, akkor itt megnyomod alapból a telefonnál egy QR kódot kapsz, vagy számítógép megnyomásával azt a 24 szót jeleníti meg, amivel ha felrakod egy másik telefonra vagy egy számítógépre, azt a szót kell beírnod, és össze fognak kapcsolódni a böngészők. Itt érdemes az összes szinkronizálása bekapcsolni, így a telefonodon is, és minden eszközön, kódjaid, könyvjelzőid, mindened ott lesz, meg lesz, és nem kell mindent újra beírkálnod. Itt pedig elbírod hagyni a szinkronizáló láncot. Tovább, keresőmotor. Itt érdemes Google-ra állítani. Terjesztéssel nem foglalkozunk. Pénztárca, ez még beta verzióban van, saját pénztárcája a Brave-nek. Eddig még nem használtam, nem is láttam, hogy lenne rá igény. Semmi, még a további beállításnál, ami fontos, az automatikus kitöltésnél itt találhatod az eddig elmentett jelszavaidat. Ha meg szeretnél nézni valami jelszódat, itt megtalálod. Ezért is kell a 24 szavaidat biztonságosan tartani, mert itt bárki visszanézheti az összes elmentett jelszódat. Akkor még a letöltéseknél itt találhatod meg, hogy hova szeretnéd beállítani a letöltés helyet, és letöltéseknél még be is kapcsolhatod, hogy mindig rákérdezzen, hogy hova szeretnéd letölteni. Akkor nézzünk meg itt a felső menüben a Brave jutalmak. Itt is be tudod állítani, hogy kérsz hirdetéseket, ezt ki kell, be kell kapcsolni. Ide jössz további beállításokra, itt is ugyanúgy 10 hirdetés be van kapcsolva, rendben. Az automatikus támogatást, ha valakit szeretnél folyamatosan támogatni, akkor ezt bekapcsolod. Itt is egy ilyen összesítő látható, hogy Twitter, Reddit, GitHub, stb. YouTube csatornákat, weboldalakat bírsz támogatni, jutalmakat tudsz nekik adni, azt úgy tudsz adni, hogy minden weboldalnál van ez a kis háromszög. Ha rákattintasz egy weboldalra, megnyomod ezt a kis háromszöget, tudsz nekik borravalót küldeni, Brave, BAT tokent. Itt láthatod, hogy megnyomod, és akkor kapsz, küldesz a CoinGecko-nak, itt például borravalót, ilyen funkció is van benne. Akkor itt találhatod az előzményeiket, könyvjelzők, letöltések, pénztárcák, ezt nem használjuk egyelőre. Ugye, hogyha kriptos pénztárcát akarsz használni, itt oldalt fölül ugyanúgy hozzáadhatod a Chrome-os programokat, az összes pénztárcával kompatibilis. Amit még itt tudni kell, ugye itt láthatod mindig az egyenlegedet, ez az egyenleged, az ilyen összesített egyenleg, hozzá kell kapcsolni az Uphold váltót, ez össze tudja szinkronizálni, így nekem úgy van, hogy a három platformon, ugye külön-külön gyűjtik a Brave tokent, de mivel össze van kapcsolva az Uphold-dal, ezért minden hónapban oda gyűjti az Uphold számlámra az összes Brave tokent, és így egy helyen van az összes. Azt pedig itt tudod hozzá kapcsolni. Ez az ön egyenlege, ez a maga az Uphold pénztárcámban lévő jelenlegi összes BAT token. Ez pedig, amit itt látsz, az ezen a gépen a január 1-től eddig kapott jutalmak. Minden hónap 1-től van jutalom zárás, és 7-én küldi be a pénztárcádba.
Nem, hogy ide még visszatérünk. Először is nézzük meg a műszerfalt. Ugye a műszerfal, az itt folyamatosan változik a kép. Itt szokott időnként reklámokat beadni, hogy új fűz műszert, új lapot indítasz. Itt láthatod, hogy ez már egy Bybit reklám, ilyenkor hozzádob egy kicsit a bot tokenjeinkhez. Amit itt a műszerfalon tudni kell, itt írja ki, hogy mennyit spóroltál. Nem sokat érdekel nekünk, itt van egy óránk, itt van a Brave jutalmak, itt pedig érdemes berakni a Google-s weboldalakat, mint a YouTube, Facebook, Gmail, Google Drive, stb., amiket szeretsz használni. Ezeket testre szabni. Itt megnyomod testre szabást. Itt a háttérnél háttérkép megjelenítése, szponzorált háttérkép, érdemes bekapcsolni, ilyenkor mindig más háttér lesz, hogyha nem jutalmakos, hogyha nem reklámot ad. Brave statisztika, az ez a kis rész. Itt azt írja, hogy mennyit spóroltál eddig a Brave használatával. Itt a népszerű oldalak, ezeket a kis ikonokat itt ki tudod választani, hogy vagy a kedvencek, akkor tudod te magad beleírni, hogy mik legyenek itt, illetve ha átváltod a gyakran látogatottra, akkor még automatikusan dobálja be ide, amiket gyakran látogat. Hogyha ide jövünk, itt tudsz beírni egy webhely címet, vagyis nevet és címet, elmented és plusz lesz itt egy kis kocka. Akkor a Brave News, itt láthatod egy ilyen kis hír oldal található len, itt beállíthatod, hogy szeretnél ilyen híreket nézegetni, illetve beállíthatod, hogy milyen forrásból adjon neked, milyen forrásból érdekel téged bármi, és azt fogja csak neked megmutatni. Ha itt a görgőddel lefelé nyomod, akkor itt jönnek a hírek, nekem ilyen kriptos hírek vannak beállítva, és tudsz híreket nézni. Ugye az óra bekapcsolva, ez egy hasznos dolog, és vannak még a kártyák, amiket itt találhatsz. Hozzá tudsz adni egy Brave Talkot, hogyha mindenkinek Brave Talkja van, akkor itt tudtok egymással kommunikálni ezzel a Brave Talkkal. Akkor ilyen Binance kriptovásárlási, Gemini, Crypto.com, FTX, ilyen gyors vásárlási kártyákat tudsz hozzáadni. Például ide hozzáraktam egy ilyet, akkor tudsz Binance-en, hogyha hozzá kapcsolod, vásárolni gyorsba. Nincs rá szükségünk. És ugye maga Brave jutalmakat is mutatja, az is az az egy bekapcsolva nálam. Ki is tudsz mindent kapcsolni. Jó, még itt találhatod így gyors elérésben a menüt, könyvjelződet, böngészési előzményeket. Ez is a Brave privát hívás. Szeretnéd használni. Akkor ugye ilyen reklámokat mindig itt a műszerfalnál ad, illetve itt felugró kis ablakba fog jönni pár ilyen kis reklámszerűség, és olyankor fogja neked növelni a Brave tokenjeidet. Akkor, amit még lehet csinálni, ugye, ha van saját YouTube csatornád, saját weboldalad, saját Twitter oldalad, akkor azokat mindet hozzá lehet kapcsolni ez a jutalmazási rendszerhez, hogy neked is tudjanak adni borravalót. Ha például Twitter vagy YouTube csatornádnak valaki tetszik, akkor tud neked így ezen keresztül borravalót küldeni, és az megjelenik a számládon. Ezt viszont úgy tudod elérni, hogy itt rájössz ide a crypto200.com-ra, és a Brave-nél van ez a creators.brave.com. Először is itt csinálsz egy regisztrációt,
Amint ez megvan, belépsz, belépni úgy tudsz, hogy megadod az e-mail címedet, oda elküldi a belépést, és ha e-mailbe rákattintottál, akkor egyből beugrik az oldalad. Ugye látsz egy ilyen oldalt, itt is az Uphold Walletedet hozzá bírod kapcsolni, és itt bírod megadni a YouTube csatornádat, Twitteredet, weboldaladat. Nézzük is, hogy működik. Ugye itt van, hogy add channel, megnyomod, itt kiválaszthatsz, hogy mit szeretnél, ezeket lehet hozzácsatlakoztatni. Ugye, ha megnyomod például a Twittert, akkor annyi, hogy be kell jelentkezned, és ennyi. És már is hozzá kapcsolt. És ugyanígy a YouTube csatornádból, és ugyanígy mindenhol be kell csak jelentkezned, és hozzá kapcsolja, és onnantól kezdve engedélyezni fogja, hogy bárki küldhet neked, aki rámegy a csatornádra, jutalmakat. Weboldal egy kicsit más. Weboldaladat úgy tudod hozzácsatolni, hogy ide be kell írnod majd a web címedet, te elfogadod, continue, kiválasztod, melyik lehetőséget szeretnéd, észleli, hogy milyen típusú a weboldalad, és akkor azon keresztül, hogyha tényleg te csináltad a weboldalt, akkor tudni fogod, hogy mit kell vele tenned. Már tovább nem tudom megmutatni, az én weboldalam már hozzá van kapcsolva. Még amit itt tudsz állítani, tipping banner. Itt persze egy ilyen kis kinézetet állítani, hogyha rámennek az oldaladra, hogy adjanak neked némi rewardot, beállíthatod, hogy a közben jelenítse meg a csatornáidnak a linkjét, egy kis leírást, ennyi. Akkor ez is megvan. Most nézzük meg a mobil Brave-et. Itt annyi a különbség, hogy itt nem tudod a kedvencekre átváltani ezt a kis gyorsindító ikont. Sajnos itt csak ilyen pár dolgot tudsz állítani. Ezeknek a mozgatásával tudod nézni, hogy mennyi spórolt a népszerű oldalakat, és egy ilyen Binance csatlakozást, ami még itt fontos, amikor belépsz ide, itt is ugyanúgy a jutalmaknál állítsd be, hogy adjon hirdetéseket, amikor nincs használatban a Brave böngésző. Az azt jelenti, hogy egy ilyen kis pici hirdetések néha itt felugranak, nem fognak különösebben zavarni. Ami még fontos, van ez a videó lejátszás háttérben a lehetőség. Például itt, hogyha YouTube-ot hallgatsz, Brave böngészőn keresztül, és ez be van kapcsolva, akkor el is teheted a telefonodat, le is zárhatod, olyan, mintha YouTube Premiumod lenne, nem fog megállni a YouTube, folytatja a zene lejátszását, hogyha rajta van képernyő zár a telefonodon. Amit még telefonon sokan nem találnak, hogy csatlakoztassák az Uphold pénztárcát, az nagyon egyszerű. És feljössz a jutalmakhoz. Itt is ugyanúgy beállítod, ahogy neked jó. És ez a kis háromszög megnyomásával itt tudod hozzá kapcsolni a Uphold váltód fiókját, és akkor már ugye a telefonból is, hogyha amennyit itt keresel ezt a BAT tokent, azt innen is automatikusan át fogja neked küldeni minden hónapban az Uphold egyenlegedre. Kb. Ennyi a változás mobilon. Akkor most menjünk vissza a Brave-hez, és nézzük meg ezt az Uphold pénztárcával való szinkronizálást. Rákattintasz itt a
műszerfalnál. Van a saját pénztárcád, magát a Upholdot itt tudod regisztrálni. Csinálj egy regisztrációt, itt is szükséged lesz igazolni a személyazonosságodat, ez egy rendes váltó. Amint ez megtörtént, akkor fogod tudni hozzá kapcsolni az Upholt pénztárcádat. Ha már hozzá van kapcsolva az Upholt pénztárcád a fiókjaidhoz, megcsinálod a belépésed, és amikor beléptél, találkozni fogsz egy ilyen felülettel. Itt láthatod egyből, hogy milyen tokenjeid vannak. Nekem most ez a pár bat van itt. Ha végigjössz itt a menün, itt láthatod, hogy folyamatosan kapod a bat tokeneket. Ha erre a kis menüre kattintasz, akkor itt láthatod, hogy a Brave böngészővel össze van kapcsolódva. És ugye magát a Brave tokenedet itt tudod átváltani. Itt van a cryptocurrency, amiben szeretnéd. Beírod, hogy mennyit, és akkor átváltja neked. Utána ki is tudod küldeni, ahova szeretnéd. Ennyit szerettem volna mondani, ajánlom a használatát. Egy kis ingyen token mindig jól jön. Mivel kriptovalutát kapsz, ezért az ára is, ha nem nyúlsz hozzá, automatikusan növekedni fog. Egy idő után már egy szép kis összeg lehet itt a számládon. Ha bármi kérdésed van, nyugodtan Facebookon kérdezz, és nézd meg a weboldalt, vannak-e valami újdonságok, illetve találkozunk a következő videóban. Sziasztok!